Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit, aki érdeklődik és eljött a mai fórumra. Ahogy a meghívóból is láthatták, a Pilisvörösváros településfejlesztési eszközeinek a felülvizsgálata folyik, most már néhány hónapja, és most már annyit haladtak a tervezők, hogy van miről beszámolniuk. A mai estének az alapvető célja, hogy a legfontosabb településfejlesztési eszközökről, a településfejlesztési koncepcióról és a település szerkezeti tervről, annak a jelenlegi felülvizsgálati állásáról egy tájékoztatót adjanak. Felkészültek egy vetített képes prezentációval, és azt, ha meghallgattuk, akkor utána természetesen lehet majd kérdezni. Nyilván elméletben kétféle kérdés lehet. Lehet valamelyik ingatlan tulajdonosnak a speciálisan az ő ingatlanját érintő speciális kérdése, azt is el lehet mondani, de ha a válasz túl hosszú vagy túl bonyolult, akkor nyilván a hallgatóságot nem fogjuk egy egyedi üggyel fárasztani, hanem akkor a főépítésszel az ülés után lehet egy időpontot egyeztetni, és az ilyen egyéni kérdéseket ki lehet beszélni. Amennyiben viszont egyértelműen közérdekű, vagy sokakat érintő, vagy röviden megválaszolható a kérdés, akkor természetesen rögtön fogunk válaszolni. Mielőtt továbbadnám a szót, engedjék meg, hogy bemutassam, esetleg ha van, aki nem ismeri a jelenlévőket, a jobbomon Kálmán Kinga főépítész asszony ül, balomon Kimmelné Sziva Mária alpolgármester asszony. Itt az első sorban, ahol a vetítő van és a kamera, a Völgy-Zugolj Műhely Kft.-nek a tervezői, a vezető tervező Ferik Tünde tervezőasszony, ő és a kollégái fognak majd itt részletesebb előadást tartani. Őket választottuk ki ennek a nagyon hosszú, több mint egy éves munkának az elvégzésére. Ugye a jogszabályok szerint egy településen 10 évenként kell sort keríteni a településrendezési eszközöknek a felülvizsgálatára. Mire készen leszünk vele, remélhetőleg jövő nyáron, addig körülbelül letelik az a 10 év, amit az előző szabályozási terv ugye kitöltött. Én körülbelül ennyit szerettem volna bevezetőül elmondani, és most megkérem, mielőtt a tervezőknek adnánk a szót, hogy főépítész asszony mondjon néhány gondolatot arról, hogy ehhez a tervezéshez milyen alapelvek szerint kezdtünk hozzá. Egyáltalán Pilisvörösvárnak a település rendezési eszközei milyen állapotban vannak jelenleg, és mik azok a főbb megújítási vagy felülvizsgálati pontok, amelyek most a célkeresztben vannak, és utána következnek a tervezők majd. Átadom a szót akkor a főépítész asszonynak. Én szerintem, csak én túl udvarias voltam, hogy álltam, meg megnyitottam, de ha úgy jobban gondolja, akkor nyugodtan ülve is lehet beszélni szerintem. Jó, köszönöm szépen a szót, akkor tisztelettel és megbecsüléssel köszöntök mindenkit, aki ma eljött, mert ez valóban kivételes alkalom, hogy a település rendezési tervekről tudunk beszélgetni azokkal az emberekkel, akik itt élnek a városban, és akik használják ezeket a szabályokat. Ez azért nagyon fontos, mert valóban évek óta gyűjtögetjük már mindazokat a problémákat, amik beérkeztek az építéshatósághoz, vagy aki előttem itt működött főépítész, és én magam is, amely problémákkal találkoztunk. Ezeket most már igazából hosszú listába gyűjtöttük össze, és felismertük azt, hogy számtalanszor azon akadt meg ezeknek a problémáknak a megoldása, hogy a szabályozási tervet kellett volna módosítani hozzá, hogy a jó megoldás meg kialakulhasson. De a szabályozási terv módosítása egyrészt költséges, másrészt időigényes, és azok a tulajdonosok, akiket ezek a problémák érintettek, semmiféleképpen nem tudtak pénzt szánni arra a legtöbb esetben, hogy egy apró részlet módosításáért a szabályozási tervnek a teljes módosítását elvégeztessék. Természetesen az önkormányzat sem állhatott neki éveken keresztül minden apró cseppről javítani valót külön-külön módosítási eljárásban
megoldani. Tehát összegyűltek ezek a problémák, és ennyi év után ez már annyi, hogy valóban a teljes tervanyagnak a felülvizsgálatát kívánja. Ez viszont azt jelenti, hogy biztos, hogy nagyon sokakat érint, olyan tulajdonosokat is, akik saját maguk erről nem tudnak, de vannak sokan, akik az előzetes megkeresés során jelezték, hogy milyen problémáik vagy kéréseik, észrevételeik vannak. Ezeket mind számba vettük, és most tulajdonképpen a mai alkalom azt hiszem, hogy sokkal több embernek szólna, mint ahányan most eljöttek. Ezért mondtam, hogy milyen megbecsüléssel tekintek azokra, akik most itt vannak. Mert azt gondolom, hogy önök azok, akiket igazán érdekelnek, hogy mi érdekli, hogy mi fog történni. A módosítások következtében azt reméljük, hogy megszületnek majd a jó megoldások, és hogy választ kapnak azokra a kérdésekre, amiket föltettek nekünk. Amit most látni fogunk, az egy munkaközi anyag. Ezt nagyon fontosnak tartom, hogy önök is tudjanak róla, hogy egy olyan tervezői javaslatot fognak most látni, amelyik még a formálódás időszakában van pillanatnyilag. Nagyon általánosan elterjedt szokás az a településeken, hogy a készen kimunkált terveket mutatják csak meg a lakosságnak, a tulajdonosoknak, akkor, amikor már nagyon-nagyon sok minden eldőlt, és szinte nincs elmozdulási lehetőség. Mi úgy gondoltuk, hogy sokkal több lehetőséget kínálunk önöknek, hogyha már a munkaközi fázisban bemutatjuk ezeket a terveket, hogy tájékozódhassanak, még jobban megismerhessük azoknak a kérdéseit, problémáit, akik eljönnek és veszik a fáradtságot, hogy ezt nekünk elmondják, és a továbbiakban, ahol lehetőség van erre, ott figyelembe vegyünk újabb szempontokat. Úgyhogy kérem, hogy nyitott szemmel és érdeklődéssel hallgassák, figyeljék, amit most be fognak önöknek mutatni. Üdvözlök mindenkit, én Berci Szabolcs vagyok, a Vezugai Műhelyi Kft. Tervezője, és hát kaptunk annyi segítséget polgármester úrtól és főépítészasszonytól, hogy az előzményeket lényegében már ismertették. Megpróbáljuk azért bemutatni azt, hogy miként áll most a terv, és hogyan jutott el olyan stádiumában a terv, ahol most tart. Lényegében erről egy kicsit rövidebben szeretnék most már beszélni, hogy polgármester úr főépítészasszony elmondta, hogy hogyan jutottunk el ideig. Annyit pár szóban azért elmondanánk, hogy amit fontos tudni a településfejlesztési, illetve a településrendezési eszközöknél, hogy különböző munkarészekből, illetve különböző tervfajtákból áll. Ezek egyik a településfejlesztési koncepció, ami egy hosszú távra szóló településpolitikai dokumentum, és lényegében társadalmi-gazdasági környezeti adottságok mentén próbálja meg a város jövőjét meghatározni. És ami másik, ami fontos ennél a dokumentumnál, hogy ez egy komplex szemlélet dokumentum, tehát azzal, hogy hosszú távra tervez, ezért megpróbálja összefoglalni, illetve rendszerezni azokat a dolgokat, amiket az elkövetkezendőben a település szeretne. A település szerkezeti terv az egy sokkal jobban kézenfogható dokumentum, az már inkább egy műszaki terv, ami a településfejlesztési koncepciónak a térbeli kereteket biztosítja, tehát hogy adott fejlesztéseknek helyet ad, és emellett megmutatja a város tervezett terület felhasználási rendszerét és a tervezett infrastruktúra hálózatát. Az előző kettő alapján alakulhat ki a helyi építési szabályzat, ami már egy önkormányzati rendelet, tehát egy olyan jogszabály, ami kötelezettségeket és jogokat biztosít a minden lakos, illetve minden telek tulajdonos számára. A helyi építési szabályzatról azt kell tudni, hogy az építés helyi rendjét biztosítja, és emellett a telek szinte meghatározza az építési jogokat, a kötelezettségeket, illetve a sajátos helyi követelményeket. Erre majd még később ki fogunk térni, de például ilyen egy kisajátítás, egy telekalakítás, vagy majd még később beszélni fogunk róla. Illetve még nagyon fontos, hogy a helyi építési szabályzatban már nevesítésre kerülnek azok a védelmi korlátozások, ami a település egészének érdekében egyes telekeken meg kell, hogy jelenjen. Ilyen például az értékvédelem, a műemléképületek, a helyi értékvédelmi területek vagy a régészeti területek, illetve a táj- és természetvédelem. Maga a munka az a tavasszal indult el, és egy elég széleskörű helyzetfeltárásra, helyzetelemzéssel indult, egy megalapozó vizsgálatban lett ez végül dokumentálva. Nagyon fontos, hogy itt a helyzetfeltárásnál nagyon sok mindent meg kell ahhoz vizsgálni, hogy később egy minden adottságra
hát próbál választ adni, hogy olyan dokumentum szülessen, tehát hogy nagyon-nagyon sokféle szempont van, ami a későbbiekben egy-egy teleknek az építési jogait és kötelezettségeit befolyásolhatja, akár környezet szinten, akár település politikai szinten. Most így nem fogok mindegyikre hosszan kitérni, mert nem azért vagyunk most itt, csak hogy így kicsit így érzékeltetésül a szempontokat, tehát a városnak a térségben betöltött szerepe, a tervi előzmények, az a magasabb rendű jogszabályok, országos, illetve agglomerációs terv, illetve a városnak a már elhangzott, meglévő hatályos helyi építési szabályzata és település szerkezeti terve. Emellett nagyon fontos a belső adottságokat nézni, ilyenek a társadalom, a meglévő és elérhető közszolgáltatások, a gazdaság, nagyon hangsúlyos az épített környezet, ami lényegében a település képet jelenti és a település megjelenését. Emellett ezzel együtt jár mindig a táji természeti környezet, illetve ennek a kettőnek a védettsége. Itt azt nagyon fontos látni, hogy egy táji természeti környezet az nem csak a város körül ölelő környezet, hanem a zöld felületi rendszert is jelenti, tehát a lakóteret élhetővé tevő zöld területeket, zöld felületeket is. Emellett nagyon fontos a környezetvédelem, ezeket a korábbi védelmekkel együtt azért is nagyon fontos említeni, mert amellett, hogy ez tervezőként meg vagyunk róla győződve, hogy egy település érdeke, hogy ezeket figyelembe vegye és együtt tudjon élni vele, amellett ezeket magasabb rendű jogszabályok szabályozzák, illetve határozzák meg, hát éppen ezért nem lehet ezeket csak úgy figyelmen kívül hagyni. És hát természetesen az infrastruktúra hálózat, ami mondjuk Pilisvörösváron kiemelt jelentőségű, az a közlekedés és a közművizsgálat. Itt most megint csak nem beszélnék hosszan, a korábbi településrendezési és fejlesztési dokumentumok alapján az épített környezetet, a városnak a belterületét mi is 4 városrészre tagoltuk. Van a központi városrész, a Szabadságliget, a Bányatelep és a Szent Iváni hegy, és erről csak pár szót mondanék, ami később a szerkezetvitel szabályozás szinten elő fog jönni, és az érzékeltetésről csak pár képet vetnénk fel vele kapcsolatban. A központi városrész az lényegében a főút és a körülötte felfűződő vegye intézményi és lakóterületeket jelenti, nagyon jellemző rá, tehát hogy nagyon-nagyon erősen meghatározza a főút és környezete, emellett meg meghatározó, hogy lényegében a városnak a történelmi jellegzetességei azok itt központosulnak, tehát akár a település szerkezetről, ha beszélünk a főútnak az éles kanyarjával, akár a hagyományos beépítésről, akár a korabeli épületekről. És ami még fontos, hogy itt a központi város részben összpontosulni az intézményeknek a többsége. A Bányatelep az a város keleti részén, önök is tudják, hogy hol helyezkedik el a bányatavak mellett. Itt nagyon fontos az, hogy többnyire lakófunkciók koncentrálódnak, az intézmények csak elszórva egy-egy intézmény, akár az óvodára, ha gondolunk, akár a korábbi szakközépiskolára. Viszont a Bányatelep északi részén koncentrálódik lényegében a város gazdasági területeinek egésze, mint a képen is látható, hogy itt helyezkedik el a Lidl, vagy itt helyezkedik el a Budai úttól délre, a bányatavaktól északra a korabeli iparterületek. A Szabadságligeti városrész az a 20. század második felébe kiépülő, szinte kizárólag lakóépületeket tartalmazó városrész, ahol azért elszórva találhatunk egy-egy intézményt, gondolok itt az óvodára, vagy egy-egy gazdasági épületet, vagy az idősek otthonát, azonban ez egy nagyon-nagyon szépen beállt, és egy viszonylag fix lakóterületet a jobb alsó kép ez nagyon szépen szemlélteti, hogy ez a fasorokkal, illetve egy zöld felületekkel tagolt egy nagyon beállt kertvárosias lakóterület. A negyedik rész meg a Szent Iváni hegy, ami a városnak a legfiatalabb városrésze, Pilis-Szent Iván felé azzal összenőve. Elmondható, hogy itt is azért többnyire a lakóterületek dominálnak, viszont itt nagyon fontos, hogy szigetszerűen elhelyezkedve azért találhatunk gazdasági területeket is, ilyen például a Szamosmarcipán üzeme, vagy a Tácsik-pékség és környezete, vagy a központi rész ott a vasúti csomópontnál, tehát a benzinkúttal, az üzlettel, illetve a takarékszövetkezettel. Tehát itt azért már több ilyen gazdasági funkció is előfordul, viszont itt is azért a lakóterületi túlsúly jellemző. Az értékvédelemről csak pár szót. Pilisvörösvár méretéhez képest azért nagyon-nagyon kevés országos védettségű területtel, illetve építménnyel rendelkezik, azonban ennek ellenére a városnak a egyik legnagyobb értéke az a sajátos hangulata, illetve a meglévő, megmaradt utca képei, amire úgy gondoljuk tervezőként is, meg az önkormányzattal is egyeztetve, hogy azért nagy hangsúlyt kell fektetni, mert azért Pilisvörösvár jövője az lényegében az identitásában is rejlik részben.
A táji természeti környezetben tényleg csak pár szóban, hogy lényegében ezt próbáltuk úgy megfogni pár szóban, hogy lehetne a Pilisvörösvári tájat megfogni. A képek úgy gondolom, hogy ezt tükrözik is, tehát a Pilisvörösvári erdőségek, a meglévő horgásztavak és bányatavak, a Pilisi medence, amit hegyek vesznek körül, illetve a meglévő bányászati, illetve a múlt bányászati tevékenysége lényegében ez jelenti a Pilisvörösvári tájat, és természetesen ennek minden előnyét ki kell hangsúlyozni, azonban fontos, hogy ezt az egységet, ezt az egészet, ezt azért komplexen kell kezelni, nem lehet egy-egy részt kiragadni a többi rovására. Amit most láthatnak, az itt a vizsgálati térkép. Próbáltunk, amikor ezt a megalapozó vizsgálatot, a helyzetelemzés, helyzetfeltárást követően értékelni a meglévő adottságokat, és ezen a térképen a területhasználatok látszódhatnak. Lényegében, amit az előbb elmondtam, az itt szépen is látszik, hogy a főút mellettén koncentrálódnak az intézmény, a kereskedelmi szolgáltató, tehát hogy ott egy olyan sávot lehet végigkövetni, ami a városnak a gerincét, tehát a város központját adja, és erre fűződik fel a központi város részben egyre szélesedik ez a szolgáltató intézményi sáv. Azonban a város többsége az még mindig túlnyomó rész lakóterület, amire ez a bányatavaknál, a bányatavak hatalmas zöld területéhez kapcsolódóan van két nagy gazdasági terület. Ami még szintén jól látszik, hogy a városnak a terjeszkedési irányaira azért van lakóterületi tartalék, tehát hogy amit a hatályos rendezési eszközök kijelöltek, azért még bőven van üres lakótelek, ezek a fehérrel jelzettek, azok ott a lakótelkek, és lényegében a város fejlődése a következőkben is biztosított, ami nagyon fontos, hogy ezt olyan keretek közé kell szorítani, amit a lakosság és az önkormányzat egyaránt szeretne. Készítettünk egy ilyen problématérképet, ami nem feltétlenül csak a problémákat jelenti, hanem próbáltuk azokat a hangsúlyokat így a telkektől kicsit hátrébb lépve feltüntetni, amit mondjuk kezelve Pilisvörösvár tényleg azon az úton tud továbbfejlődni, amit szeretne. Itt megint csak ismételni lehet, tehát hogy megpróbáltuk lehatárolni azokat az egységeket, amik így jellemzőek területfelhasználási szempontból, jól látható a középen az intézményi, körülötte a lakó, illetve a különböző gazdasági, akár egyben levő, akár egy tervezett lakóterület ott a budai zártkert északi részén. Illetve megpróbáltuk azokat a konfliktusokat is összeszedni, amit kezelni kell ahhoz, hogy ne csúszson ki a maga továbbélési folyamat a városnak a kezéből. Ilyenek mindenképpen a bányatavaknak és környezetüknek a megőrzése, illetve a gazdasági és lakóterületi konfliktusoknak a kezelése, vagy a szabadidőközpont területének például az olyan rendezése, hogy abból mindenki profitálni tudjon. Ezek alapján próbáltunk közösen egy településfejlesztési koncepció vázát összerakni. Lényegében, amiben itt az önkormányzattal többszöri egyeztetésben nagyon korán egyetértettünk, hogy Pilisvörösvár jövőképe az, amit hogyha megfelelően meg tudunk fogni, akkor abból tovább lépve már úgymond adják magukat az intézkedések, és sokkal könnyebb lesz magát a helyi építési szabályzatot is majd meghatározni, hogyha látjuk, hogy azonos úton járunk tovább. És ez a jövőkép kapta végül ezt a saját értékeiből építkező kertvárosias kisváros nevet, amiben benne van az, hogy a főváros közelségében, tehát az agglomerációban, Pilisvörösvár egy belső egységben azért egy vezető szerepet tíz, tehát ez a kisváros funkció járási központként és egyebekként azért egy zászlóvívő szerepet szán a városnak, azonban nagyon fontos, hogy a Pilisvörösvár arculata az maga a kertváros, amiért, hogyha az ember kijön ide, akkor úgy gondolja, hogy ez egy aranyos kisváros, ami központi funkciókkal rendelkezik. Éppen ezért a jövőképben még nagyon-nagyon nagy hangsúlyt kap az, hogy önállóan is azért tudjon működni, tehát hogy ez a kis és középvállalkozásoknak az erősítése, új gazdasági szereplők támogatása, azonban nagyon fontos itt a hagyomány és az identitás, tehát a település képnek az épített természeti értékek megóvása, valamint a saját hagyományoknak, illetve a nemzetiségi kultúrának az ápolása. A fejlesztési elvek, illetve meg nem sokára fogjuk látni az átfogó célok, természetesen ezt az irányt követték. Tehát a meglévő adottságoknak a használása, az erős gazdaság, azonban a kertvárosias arculat az nagyon fontos tényező. Ezek alapján az átfogó célokat is próbáltuk el. Tehát a végén négy rendező elv mentén négy átfogó célt tudtunk meghatározni.
Az egyik az a települési környezet, amiről már itt sokat beszéltünk, tehát a meglévő értékek megőrzése, viszont emellett a fejlődés is, hogy előre tudjon haladni a város. A másik a közösségi kohézió folyamatos erősítése és a kulturai identitás. Egyértelműen erősségként kell kezelni Pilisvörösvárnak a társadalmát és a közösségét, és ez egy olyan erő, ami előre tudja vinni a továbbiakban is a várost. A harmadik kardinális pont az a helyi gazdaság, aminek megint nagy hagyományai vannak azért itt az iparosságnak, viszont ez további erősítés és további fenntartás szükséges ahhoz, hogy Pilisvörösvár központi szerepe az meg tudjon maradni. A negyedik pedig a térségi kapcsolatok továbbfejlesztése, ez mind szűk, mind távkörben fontos. A szűk körként itt a Pilisi medencét értjük a környező településekkel, akikkel az agglomeráció északnyugati részén azért most is együtt dolgozik a város. A tágabb kör meg természetesen az agglomeráció teljes nyugati oldala, ami viszont mondjuk egy közlekedési infrastruktúra fejlesztésénél nagyon fontos összefogást jelenthet. Ezek alapján készült el a település szerkezeti terv, amire mindjárt bővebben is fogunk látni. Mint korábban is mondtam, ez a településfejlesztési koncepciónak a céljait próbálja konkrét területekre lefektetni. Tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy minden egyes intézkedésnek megvan a fix helye, már pedig ez itt fog megvalósulni. Ez azt jelenti, hogy a település szerkezeti tervnek tudnia kell olyan területeket biztosítani, ahol a tervezett intézkedéseket meg lehet valósítani. Tehát ez nem egy egyértelmű összekötést jelent, hanem ez azt jelenti, hogy a lehetőségeket ezeknek biztosítani kell. Nagyon fontos továbbá, hogy a település szerkezeti terv az kimondja tehát az infrastruktúra hálózatnál nem csak a meglévő adottságokat fekteti le, hanem kimondja azokat a tervezett elemeket is, amik egyértelműen előre vinnék a város fejlődését. Ez Pilisvörösvár szempontjából különösen fontos, mert a főúton való hatalmas személy- és teherforgalomnak a kiváltása az a várost elkerülő 110-es főút, illetve a hátsó elkerülő úton valósulhat meg. És szintén fontos a védett, illetve a védelemre javasolt területek kijelölése a szerkezeti tervben, erről korábban már beszéltem. Piciben látszik, majd a részleteiben még fogunk rajta nagyítani. Itt annyit emelnék csak ki, ami fontos, hogy mindjárt kicsit nagyobban fogjuk látni magát a belterületet és a városrészeket. Viszont amiről korábban is beszéltem, tehát a táji természeti környezetnek a struktúrálódása, tehát a nyugati oldalon a hegyoldalakra felfutva az erdőségek, illetve a házirét és határéti patak közötti területen a szántó területek. Ez nagyon-nagyon szépen struktúrálódik, illetve a város két oldalán az egykori zárt kerti területek, és ezt szeli úgymond ketté a tervezett 110-es elkerülő főút, illetve az ezt a 10-es főúttal összekötő egyéb út, ami lényegében a belterületi néha közlekedési dugót ezt ki tudná váltani, hogyha az átmenő forgalmat ezzel vissza lehetne szorítani. Kicsit közelebb menve a belterületnek a település szerkezeti tervét. Most én nem emelnék ki minden egyes változtatást, tehát ahogy polgármester úr is mondta, megpróbáljuk most az egésznek a vázát, illetve a szándékot, hogy alakult a maga a rendezési eszköz, azt vázolni, és utána természetesen bármi kérdés van, arra igyekszünk külön is, meg közösen is válaszolni. Maga a szerkezeti tervi javaslat megerősítette a főutcának a központi szerepét, ez egy településközpont vegyes területbe került, és újdonság mindenképpen a tervben, hogy kicsit meg is hosszabbította ezt, és a vasútállomás túloldalán amúgy is vegyes funkciói területeket szintén vegyes területbe próbálta sorolni, azért, hogy így a Budai úttól a Bécsi úton és a főúton keresztül a teljes hosszában megvalósulhasson az a főutca projekt, ami az elmúlt 5 évben is megjelent a fejlesztési dokumentumokban, például az integrált városfejlesztési stratégiában. Emellett próbáltuk racionalizálni a lakóterületi felhasználásokat. A korábbi, vagy a hatályos szerkezeti tervhez képest kicsit visszászorítottuk a kisvárosias lakóterületeket, ami inkább egy intenzívebb beépítés jelent, és a városra jellemző kertvárosias lakóterületeket helyeztük előtérbe. Természetesen, ahol a területfelhasználás mást kívánt meg, már a jelenlegi területfelhasználás is, például a Pilis-Szent Iván határában a Klapkalakópark, vagy a Bányatavaktól északra a gazdasági területek szomszédságában ott megmaradt a kisvárosias lakóterület besorolást, ahogy ott az épületek is indokolták.
Emellett megpróbáltuk rendszerezni a gazdasági területeket is, és azon elv mentén, hogy a lakóterületekhez közelebb, tehát pont a már említett lakóterületi, gazdasági területi konfliktust egy kicsit oldjuk, megpróbáltuk a lakóterületek mentén a környezetüket kevésbé zavaró kereskedelmi szolgáltató gazdasági területeket elhelyezni, és kicsit távolabb ettől az ipari gazdasági területeket, és majd később még érinteni fogjuk, tehát további szabályozási előírásokkal ez a konfliktus ez tovább csökkenthető. A bányatelepen, arról már említettem is, tehát a bányatelepnek a hagyományos bányatelepi része az átkerült ebbe a kertvárosias lakóterületbe. Ez természetesen azt jelenti, hogy ez a terület felhasználásban változás nem jelent, viszont a területnek a kisvárosiasodás felé menetelét próbált, vagy lehet ezzel gátolni, tehát hogy ez a meg, tehát, hogy egy értékőrző fejlesztés indulhasson meg, és hogy ne a önmagát irányító és nem kontrollálható fejlődés menjen végbe benne. Amit még eddig nem mondtam, itt a bányatelepen viszont jól érzékelhető, hogy azokat az intézményi funkciókat, ami nem a főutca mentén a város központban ebben a vegyes területbe került, azt intézményi vegyes területbe sorolja ez a terv, ami azért is kedvező, mert hogy a teljesen eltérő környezetben így önállóan kezelhető telkekről tudunk beszélni, amit a szabályozás során olyan jogokkal lehet felruházni, ami tudja vinni az adott városrésznek az intézményi vagy egyéb szerepét. A Szabadságligeten változást jelent a lényegében a már említett szabadidőközpontnak a területi besorolása. Ez annyit kell tudni, hogy település szerkezeti terv szinten ez változott, tehát korábban ez az egész különleges sportterületként volt szabályozva, aminek egy része most különleges beépítése nem szánt sportterület, a halványabb szürke szín. Annyit ehhez hozzáfűznék, hogy ez területfelhasználás és technikai váltást jelent, a hatályos szabályozást végigvizsgálva, illetve a magasabb rendű jogszabályoknak a lehetőségeit vizsgálva, ennél több beépítésre szánt területet jelenleg nem is lehetne kijelölni, de a területfelhasználás váltás az a város területfelhasználási rendszerét próbálta kicsit rendezni, azonban beépítési jogokban és szabályozásban változást nem eredményezett. További ilyen változás az egykori TSZ-nek a területén, illetve a Dugonics utca mellett elhelyezkedő különleges mezőgazdasági üzemi területek, ami korábban ipari mezőgazdasági terület volt, ez megint egy technikai váltást jelent, azonban egyéb változást nem. A negyedik városrész a Szent Iváni hegy, itt a már említett új vegyes területen kívül sok változás település szerkezeti terven nincs, természetesen mi is próbáltuk megőrizni a kertvárosi és lakóterületnek a döntő többségét, ami még a település szerkezeti terv szinten változás, a hatályos tervhez képest az az úthálózat, azonban ez sem egy teljesen új dolog, hanem a vasútszabályozásnál, illetve az ahhoz kapcsolódó tervezésnél már megjelent, hogy a gyűjtőút a Mátyás Király utcán megjelenő vasúti átjáró áthelyezése miatt próbáltuk ahhoz igazítani a gyűjtőútrendszert is. A helyi építési szabályzat az én úgy gondolom, hogy most mondok róla pár szót, azonban ahogy az elején is jeleztem, ott inkább kérdések alapján kellene dolgozni, hogy konkrét területeken. Általános elvekként azért elmondanám, hogy egy helyi építési szabályzat az három részre tagozódik. Az első rész az általános előírások, ahol általános szabályok vannak lefektetve, ami többségében a város egészére igaz, és utána vannak a részletes övezeti előírások, ebben pedig az imént elhangzott területfelhasználásokat konkrét építési övezetekre bontva, tehát a konkrét területekre vannak különböző szabályok. Emellett megjelennek még benne a védelmi előírások, amikre már többször említettem, értékvédelem, természetvédelem. Ezek alapján készült el a maga a szabályozási tervnek a munkaközi anyaga, ami itt látható, hát ez jelen formájában lényegében a struktúrája látható, tehát a zöld területek azoknak a rendszere a bányatavaktól kiindulva halad, de azért Pilisvörösvár zöld területei azért mondhatjuk, hogy kicsit alacsonyabbak mondjuk az átlagnál, de emellett ez természetesen ellensúlyozza az, hogy ez a kertvárosi és lakóterületek hatalmas kiterjedése, amik azért mind-mind jelentős zöld felülettel rendelkeznek. Ementén látható az, hogy maga az infrastruktúra rendszer az a sárga színnel jelzett közlekedési közterületek, illetve a barna színnel jelzett kötött pályás, tehát vasúti közterület, nem közterület, közlekedési területek
gyakorlatilag tagolják magát a települést, és azok a apró piros pöttyök, amik innen annyinak látszanak, azok maguk az övezeti jelek, az jelenti azt, amihez párosítva a szöveges előírást, hogyha valaki ránéz a saját lakótelkére, akkor meglátja az övezeti jelet, amihez párosítva az előírásokat megkereshetők a konkrét építési jogok és kötelezettségek, amik az adott ingatlanra vonatkoznak. Hát én előjáróban ennyit szerettem volna, és akkor köszönöm a figyelmet, és várjuk a kérdéseket.